40%-ról 50%-ra emelik jövőre a médiaadó felső kulcsát, ami kizárólag az RTL-t érinti. A módosító javaslatot hajnali 3-kor nyújtották be a parlamentnek, és már ma szavazott is róla a Törvényalkotási Bizottság. A szocialisták tiltakozásul kivonultak az ülésről. A kormány a döntést az arányos közteherviseléssel indokolja, az ellenzék szerint viszont egyetlen célja, hogy megbüntessék vele az RTL-t. Ez egy botrányos történet, amit önök most művelnek. Az MSZP ma kivonult a Törvényalkotási Bizottság üléséről. Az ellen tiltakoztak, hogy ma hajnali 2:30-kor kapták meg az adótörvényeket módosító csomagot, amiről már is szavazniuk kellett volna. Ennek része volt a reklámadó emelése is. Felülvizsgálta a kormány a reklámadó kulcsait is, és a jelenlegi 40%-os legmagasabb kulcsot 50%-ra javasoljuk emelni. Ez egy kisebb fajta módosítást jelent szövegszerűen, de azt gondoljuk, hogy fontos, hogy ezt ezen a fórumon is megtárgyaljuk és felhívjuk rá a figyelmet. A legmagasabb kulcsa 20 milliárd forinton felüli bevételekre vonatkozik. Ennek venné el a felét a kormány január 1-től. A módosítás kizárólag az RTL klubot érinti. Az írásos indoklás szerint az arányos közteherviselés miatt van rá szükség. Szerettük volna megtudni az illetékes minisztérium államtitkárától, ez mit jelent. Államtitkár úr, miért van szükség az RTL által fizetett reklámadó emelésére? Hogyha arányos közteherviselésről beszélnek, akkor miért csak az egyik kulcsot emelik? Bocsánatot kérek, a másik bizottságülésre kell átmennem. Elkísérjük, addig tud válaszolni a kérdéseinkre. Arra készülök fejbe, hogy mit fogok ott mondani a gazdasági bizottságülésén. Kerestük az ügyben Varga Mihály minisztert is hiába. Délután ezért kérdéseinket feltettük a Nemzetgazdasági Minisztérium egy másik államtitkárának is. Ezt a kormány a részben a közteherviselés elvének a figyelembe tartásával javasolja, illetve annak a figyelembevételével, hogy a legnagyobb árbevétellel, reklám árbevétellel rendelkező cégeknek az adófizetési képessége az magasabb, mint a kisebb cégeknek. De ámítő a közterviselés, hogy valósul meg, hogyha egy cég fizeti az egész adónak a 80%-át, és a kijövőre még többet? Hogy valósul meg a közterviselés? Még egyszer azt tudom mondani, hogy a kormány figyelembe vette az adófizetőknek az adófizetési képességét, és abból indult ki, hogy a legnagyobb árbevétellel rendelkezőknek lényegesen nagyobb az adó teherviselési képessége, mint a kisvállalkozásoknak. Az ellenzéki pártok mindegyike bírálta a kizárólag az RTL klubot sújtó adóemelést. Teljesen egyértelműen politikai célt szolgál, és abszolút nem arányos a közterviselés, hiszen csak azt az adókulcsot emeli meg, amely egyetlen egy médiumra vonatkozik. Soha nem voltunk annak a pártján, hogy személyre szabottan történjen a jogalkotás. Akár a fideszes haveroknak az érdekében, vagy akár valakit kipécézve, őt megbüntetve. Az RTL Klub programigazgatója szerint a kormány egyértelműen újabb támadást indított a sajtószabadság ellen. Nem titkoltan az a kormány célja, hogy az RTL-t kiüldözze Magyarországról, de hát ez nem fog sikerülni. Az RTL Klubnak a 2015-re számolt több mint 4 milliárdos különadóját a módosítás további 100 milliókkal emeli. Mást ígért a miniszter. Varga Mihály néhány hete még arról beszélt, hogy a kormány nem változtat a médiaadó kulcsain. Államtitkárától ma hiába kérdeztük, mi változott azóta. A kizárólag az RTL-t érintő újabb adóemelés a Reklámszövetséget is megdöbbentette, mert ők azt remélték, a kormány megszünteti az adót. Az RTL anyacége már korábban bejelentette, a médiaadó miatt nemzetközi bírósághoz fordul, és az adót az Európai Bizottság is vizsgálja. Néhány hét alatt sok minden megváltozhatott, az adótörvények tervezésekor a nemzetgazdasági miniszter még azt mondta, nem módosítják a médiaadót. A reklámadó tekintetében a kormány nem tervez változtatást, tehát az adó jogszabályokat úgy nyújtottuk be, hogy ebben reklámadót érintő változás nem lesz, nem várható. Ebből a szempontból tehát a kormányzati részről nincs ilyen szándék. Egészen ma hajnalig tartott kiálláspontja mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hajnali 3-kor javaslat került a Törvényalkotási Bizottság elé, amely emelné a médiaadó legfelső 40%-os kulcsát 50%-ra. A változtatás kizárólag az RTL-t érinti. Mély megdöbbenéssel hallottuk a hírt. Erre a fordulatra a Magyar Reklámszövetség elnöke sem számított. Egyenes üzenete annak, hogy a kormányzat nem kíván semmilyen fajta egyeztetést folytatni, és mindenfajta
tényszerű dolgot figyelmen kívül hagy. Néhány hete ugyanis még teljesen másról tárgyaltak a reklámszövetséggel. Mi azt gondoltuk, hogy mindenképpen valamilyen fajta enyhítés, valamilyen fajta könnyítés várható ebben. De erre volt valamilyen utalás a kormányzat részéről a tárgyalásokon? Utalás nem hangzott el, alapvetően nyitottságot éreztünk és gesztust éreztünk abban, hogy a kormányzat leült velünk, és azt gondoltuk, hogy közösen együtt az adó kivezetéséről fogunk tudni tárgyalni, illetőleg fel tudjuk hívni a káros hatások következtében figyelmet arra, hogy mi ennyire rossz ez a magyar gazdaság számára. Ehhez képest nem hogy kivezetnék, de még emelik is az adót, ami eddig is példátlanul magas volt. A magyar RTL ZRT tavaly a reklámadó nélkül is 8,9 milliárd forint adót fizetett be az államkasszába. Erre jött volna még 2015-ben 4 milliárd forint médiaadó, ami így most még több lehet. Az adót egyébként már idén is kellett fizetni. 1,3 milliárd valóban az eddig befizetett reklámadó összeg, hogy ezen belül mely cégek milyen arány képviselnek, erre adott időtok miatt nem tudok válaszolni. Viszontlátásra. Varga Mihály ebben a korábbi interjújában nem árult el, ki mennyit fizetett, pedig a számok ismertek. A Magyarországon több TV csatornát működtető RTL csoport a médiaadóból összesen befolyó 1,3 milliárd forintból 1 milliárd 54 millió forintot fizetett be, pedig a kormány többször is hangsúlyozta, nem az RTL-re szabták a médiaadót. Mégis az adó 81%-át az RTL Klub fizeti, holott piaci részesedése kevesebb, mint 15%. És ez az arány az adóemeléssel tovább torzul. Azaz, az adó még nagyobb hányadát fizeti majd az RTL Klub. Ezért is mondta az Európai Parlamentben a magyar RTL ZRT vezérigazgatója, hogy a médiaadót kifejezetten az RTL Klubra szabta a kormány. A reklámadó közvetlenül a választások után történő bevezetése volt az első jele annak, hogy a kormány meg akar szabadulni az RTL-től, és annak független, vagy ahogy a kormány fogalmaz, túl kritikus hírszolgáltatásától, fogalmazott Dirk Gergens az Európai Parlamentben a demokratikus koalíció kezdeményezésére tartott vitanapon. Az RTL anyavállalata már korábban bejelentette, bírósághoz fordul. Ez nem egy RTL csoport kérdése. Ez a médiademokráciáról szól Magyarországon. A médiaadót az Európai Unió bizottsága is vizsgálja.